Mind a digitalizáció, mind az innováció, akár a zászlónkra tűzve lehetne a jelmondatunk. Egyre közelebb van az, amikor a különböző automatizálási folyamatok egyre nagyobb szerepet kapnak a mezőgazdaságban. Kit az ELT immár a 48 éves múltra tekint vissza, Magyarország legnagyobb integrátora, több mint 80 ezer partner áll ilyen állapot szerint kapcsolatban Kit az ELT-vel, mint egy 2,8 millió hektárt művelnek. A NAK Tech Labnak a programjához azért csatlakoztunk, mert nagyon előremutatónak tartjuk, lehetővé teszi nekünk azt, hogy azokkal a startup cégekkel tudjunk találkozni, akiket egyébként mi nem tudnánk elérni. Az eddigi munka az nagyon előremutató. Az RU a drónos leltározással teszi hatékonyabbá a logisztikai folyamatokat nagyipari raktárakban. Alapvetően egy logisztikai startup, ugyanakkor a megoldásunknak egy nagy része az agráriumban is kamatoztatható. Alapvetően felküldjük a drónt, a drónnal fényképet készítünk a raklapokról, ezek a fényképek feltöltésre kerülnek a mi felhő alapú rendszerünkbe, és itt pedig a képeknek a feldolgozása történik meg. A drónos leltározás részeként a köbözést is szeretnénk a jövő évben együtt kitalálni, hogy hogyan lehetne drónos, lidaros megoldással megvalósítani. Szeretnénk, ha ezt hatékonyabban, gyorsabban tudnák az agrárium szereplői is megtenni. A mezőgazdaság az egyik olyan iparág Magyarországon, nemzetközileg is, ahol az adminisztráció, a jogi környezet, a szabályozás az egy óriási problémát jelent. Azzal kerestük meg a Kitért, hogy segítsenek nekünk eljutni a gazdákhoz, akiknek igazán nagy segítséget tudunk nyújtani, hiszen egy országos lefedettséggel piac nagy részét ők már elérik. Egy olyan ügyviteli rendszert készítettünk, ami nagyon sok helyen megoldást tud nyújtani, az AgroClerk. Kifejezetten a mezőgazdasági gazdálkodó kis, közép és nagyvállalatok adminisztrációs problémáira jelen megoldást. Azok az ügyfelek, akik tavasszal, amikor elindulunk, elkezdik használni az AgroClerket, fölviszik a cégüknek a legfontosabb adatait, rengeteg időt fognak megspórolni. Hogy ilyen léptékben folytatódik az agrárszektor digitalizációja, akkor úgy gondolom, hogy egy néhány évtized múlva eljutottunk odáig, hogy már-már majdnem minden egyes technológiai beavatkozás félig meddig robotizált lesz. Azzal a két céggel, két csapattal, akivel az idei évben dolgozunk együtt, közvetlenül nem kapcsolódnak a mezőgazdasághoz. Mégis azt gondoljuk, hogy egy olyan területen végeznek fejlesztéseket, amelyek a mezőgazdaság digitalizációját elő tudják segíteni, támogatni tudják. A következő pár évben ez egyre fontosabb lesz, egyre nagyobb kihívást fog jelenteni a termelőknek. Az új megoldások abban tudják segíteni az agrárszektort, hogy hosszú távon egy fenntartható, hatékony és eredményes gazdálkodásnak legyenek a tanúi, nem csak a jelenben, hanem a jövőben is.